a seregek Istene ezt jelentette ki, hogy ebben a konfliktusban, amit ő is benne van, az Úrnak az angyala is, de ebben a konfliktusban az angyalok nem a mi emberi, testi harcainkat a, a, a harcolják, hanem az Úrnak a harcát harcolják, és ahhoz, hogy mi használható eszközök legyünk az Istenek a kezébe, ugyanúgy, ahogy Józsué, abban a pillanatban leborult Isten előtt, nekünk is ezt kell tenni, el kell fogadnunk az Istennek az akaratát, Istennek a céljait, és alá kell magunkat egész életünkben ezeknek a céloknak rendelni. És ebbe és ekkor tudjuk megtalálni igazából ebben a kozmikus konfliktusban a helyünket hogy helyes helyen tuduk, helyesen tudjuk magunkat ebben a kozmikus küzdelemben pozícionálni. És ezért ebben a kozmikus harcban, ami harcunk nem testiek, hanem szellemiek. A fegyverek sem testiek, hanem szellemiek és erősek az erősségeknek, okoskodásoknak, magaslatoknak a lerontására. De a kulcskérdés tehát mindig az, hogy ebben a harcban nekünk nem az emberi perspektívából kell kiindulnunk, hanem abban, hogy mi az Istennek a célja az emberi történettel. Vagyis az újraegyesítés. Újraegyesítésbe kell dolgoznunk, illetve beleállnunk. Nekünk ez a forradalmunk, nekünk ez az ügyünk. Erre mondjuk, ezt, hogy ez a szent ügyünk. Isten, ha erre, erre kéri, hogy helyez rá az életedet, és kötelezd el magadat ennek a szent ügynek a szolgálatára. Mert az ügy föl fog emelni tégedet. Ez az ügy áldás lesz számodra, ha ennek az ügynek a harcosa leszel, és nem a magad testi érdekeidért küzdesz, hanem az Istenek a céljainak a megvalósulásáért küzdesz, mert az Istenek a céljaiért küzdesz, akkor egészen biztos, hogy Isten nagyon jól tudja mindannyiunknak a személyes jogos szükségeit és szélkötézéseit, és ezek maradéktanul be fognak teljesedni az életünkbe, úgyhogy igazából nem erre teszük a hangsúlyt, hanem az Isten céljainak, munkájának, az előmozdítására és annak a megvalósulására. És ez volt a célja Isten a, angyalának, hogy megértesse Józsuéval, és Józsuén keresztül Izraellel, hogy ez az Úrnak a harca. Ők is a bűn ellen kezdtek el harca. Nem hogy Nem véletlenül, hogy Jerikó a bűnnek a városa, a gonosznak a jelképe, és ezért a bűn és a gonosz ellen magának, az Úrnak van harca ez ellen, mert ennek a lerambolására szükség van ahhoz, hogy eljön a Földre az Istenek a királysága, uralma igazságában és, és szentségben. A következő, amit mond az Úr, angyala, hogy old le a saruidat a lábaidról. Mit jelent a sarunak a leoldása? A sarunak a leoldása azt jelenti, hogy az ember, ha szolgálni akarja az Istennek az ügyét, akkor mondjon le az önrendelkezésről, és állítsa a magát az Istennek a rendelkezésére. Hogy Isten rendelkezzen az életeddel, Isten rendelkezzen az időddel, energiáddal, tehetségeddel, képességeddel. A sarunak a leoldása azt is jelenti, hogy a saját egyéni szabadságomról lemondok, egy nagyobb uralomért? Azért, mert egy nagyobb uralomot akarom szolgálni. Hát a katonák mind lemondanak, az egyéni szabadságért nem veszitek észre, hogy mert a, annak a seregnek a céljaért kell nekik harcolniuk, és ezért ők nem mennek buliba, ezért ők teljesen másképpen töltik el a napjaikat, másképpen osszák be az idejüket, értékrendjük más, és így tovább. Mi, mint Krisztusnak a jó vitéze, azért kell leoldani a sarunkat, hogy ne a saját magunk is egyéni függetlenségéért küzdjünk, hanem rendeljük alá magunkat Isten uralmának, és az Isten uralmaért mondunk le az, a, a jogainkról azért, hogy az Istenek a jelenléte uralma alatt maradjunk, és ezt a uralmat szolgáljuk. De nem csak uralomról van szó, hanem vezetéséről, és Isten beszédének való engedelmességről. És Józsui látjuk, leoldott a saruját, ami azt jelenti, hogy egy sokkal elkötelezettebb viszonyba került az Úrral ezután, és ezután az Úr mondta meg neki, hogy mit kell csinálnia, és mivel hogy Józsuy egész életében engedelmeskedett, ezért az élete sikeres volt, áldott volt, és ugyanígy áldott lesz az életed, ha te is a te saruidat leveszed, és az evangéliumnak a sarujád veszed fel. Mert a te sarút, meg az evangélium saruja, az két különböző dolog. Az evangélium saruja, az megbékélést jelent Istennel, és ennek a szolgálatában vagyunk, mert a megbékélés Istennek a, ez az üzenet, ez pontosan a mi vagy az Úr imájában található három szélnek a megvalósulását szolgálja. Azért hirdetjük az evangéliumot, illetve a megbékélés üzenetét, hogy az emberek életében szentelődjön meg az Úr, jöjjön el az életükbe az Istenek a királysága, uralma, és rendeljék alá magukat Istennek az akaratának, és ne a saját maguk elképzelésük és tervük szerint éljenek, hanem Isten akaratának megfelelően. Ezért az Isten, látjátok, Mózesnek is ezt mondta, vedd le a saruidat. Mert az előző saruja az a juhok után járás jelentette, és a jetrónak, a juhainak az őrzését jelentette. Ezt az úr levetette vele, és, és adott az Úr Mózesnek egy másik sarut, ez a saru pedig Isten uralmát jelentette, Isten vezetésének való engedelmességet jelentette, Isten igényének való követését jelentette, és ugyanezt kell, hogy legyen az életünkben, hogy ne a te saruddal akart követni az Urat, mert nem leszel sikeres, és nem valósul meg az Istenek a célja a személyes életedben, hanem az Istenek a sarujád vet fel, és akkor ö, 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 szolgálni fogod az Urat, és az Úr mindenben támogatni fog tégedet, személyes egyéni szükségeidet is messze menőkig dicsőségesen be fogja tölteni.